mai korunk nagy kérdése, hogyha a mesterséges intelligencia egyszer csak öntudatra lelne, és meg tudna egyőzni bárhogyan, hogy őnek is saját belső tapasztalása van. Egyáltalán el tudom -e másról dönteni, hogy van-e öntudata vagy nem. És amikor mondjuk kiderül róla, hogy egy robot, akkor ezt fölül tudom írni. Sziasztok, ez itt a Létkérdések Podcast, Magyarország Hitvita Podcastje, engem Szilvai Péternek hívnak, és az Ateista oldalt képviselem, és itt van velem Szabó Viktor a keresztény oldalról. Hello! Hello, szia Péter, sziasztok! Ha szeretitek, amit csinálunk, akkor kövessetek be, osszátok meg az ismerőseitekkel, létkérdésekpodcast.hu-n az összes link fent van az összes csatornáról, ahol nézhettek minket, meghallgathatok, ez egyébként a Spotify, az Apple Podcast, a YouTube, a podpad.hu, a podcast.hu és a Deezer. Hogyha pedig YouTube-on nézitek, akkor ott lehet kommentelni, és ezt nagyon megköszönjük, hogyha megteszitek. Lehet ott is hitvitázni, érvelni, viszontérvelni. Mi is válaszolunk többnyire. Mai témánk az egy gondolatindító jellegű dolog lesz. Nem annyira... El tudom képzelni mondjuk így, hogy nem annyira fogunk ebben vitázni, vagy hogyha van olyan téma, ahol egy kicsit ablakot nyitok, egy másfajta síkra, mint az anyagi, akkor ez lehet, hogy ez lesz az, és ez nem más, mint az öntudatnak a kérdése. Van ez a három nagy kérdés, a hogyan lett semmiből valami, hogyan lett az élettelemből élő, és hogy hogyan lett öntudatlanból öntudatos. Na most az elsőt nem annyira tartom kérdésnek, ezt a semmiből valamit, bár beszélgettünk róla, nem vagyok meggyőződve, hogy ez az átmenet valaha megtörtént, az élettelemből élőt az egy ilyen, bár ez hülyén hangzik, de viszonylag könnyű kérdésnek tartom, vagy legalábbis könnyen el tudok képzelni ismert fizikai-kémiai mechanizmusokat, amik révén el lehet jutni egyszerű élettelemből komplex élőbe. Viszont ez az öntudat kérdés, hogy hogyan ébred fel a szubjektum, hogyan lesz egyszer csak az anyagnak, még ha az élő anyag is saját belső szemszöge és tapasztalása itt el kell ismernem, hogy itt valami minőségileg nagyon más történik. És nem fogom azt állítani, hogy a természet feletti címkét például ráraknám, de igenis szeretnék egy nagyon nyitott gondolatmenetet elmondani, hogyha ez az intellektuális őszintesség vezérel minket, akkor hova jutunk, és hoztam pár provokatív gondolatkísérletet, meg filozófiai levezetést, főleg az, annak a Harrisnek, aki a Sam Harris felesége egyébként. Sam Harris ugye viszonylag híres, ateista filozófus, meg meditációt is oktat, podcasttel is Ja, egyébként a, a létkereső podcastnek a profil képén, az a kép, amin én vagyok, vagy amiből én ki vagyok vágva, azon a képen a Harris-szel állok együtt. Ez egy szemheris közeli podcast. <laughs> Most akkor ez számomra is egy nagy megtiszteltetés, <laughs> hogy őt lecserélted rám. <laughs> Na, neki a felesége, az annak a Harris, és neki volt egy könyve erről, ami egy viszonylag rövid, nagyon jó összefoglaló könyv, az a címe, hogy Conscious. Ez magyarul nem jelent meg, úgyhogy emiatt csak angol címe van. Meg egyébként a Lex Friedman podcastban is feltűnt nemrég ez az annak a Harris. Ő is tanít például meditáció gyerekeknek, meg az elme filozófia témakörében aktív. Uh -huh. Egy kis definiálgatás, az öntudat, a tapasztalás és a szubjektum szavakat fogom leginkább használni. Szerintem a tapasztalás egyébként a legjobb szó, de hogy miről is próbálok beszélni, Thomas Nagel, aki 85 éves a New York university volt a filozófiai és jogtudományok professzora, neki az egyik leghíresebb beszélye a What is it like to be a bat? Magyarul milyen denevérnek lenni, vagy milyen érzés denevérnek lenni. Ebben ő úgy fogalmazza meg a definícióját, hogy egy organizmus öntudatos, ha annak az organizmusnak lenni, az valamilyen. Ez kicsit ilyen fura, meg angolul könnyebb kifejezni. Magyarul igazából az öntudat, ami ugyanaz, mint a tapasztalás, tehát hogy van egy szubjektumunk. Például, hogy Szabó Viktornak lenni az valamilyen? Vagy Szilvai Péternek lenni az valamilyen? Valószínűleg erre mindenki viszonylag magabiztosan igent mond, de ha azt kérdezem, hogy mondjuk a székednek lenni, vagy egy kőnek lenni az valamilyen, valószínűleg pont ugyanolyan egyértelműen mindenki nemet mond. Ez a nem világos, bocs, itt a valamilyen az miből választhatunk, tehát talán, hogyha példákat mondasz, akkor könnyebb lesz, aha, de, aha. de ez így nem világos, hogy a kőnek lenni, miért ne lenne valamilyen. A valamilyen alatt nem a konkrét érzéseket mondom, tehát, hogy mondjuk Szilvai Pétenek lenni az egy szomorú, letargikus érzés, uh -huh. hanem, hanem az, hogy tapasztalás van. Tehát a tapasztalás tartalma, az például lehet egy egy érzelem, meg rengeteg testérzet, meg a gondolatok, de hogy ezeknek van egy belső megélése. Ez az öntudat. Például, amikor arról beszélünk, hogy milyen a sárga szín, mondjuk egy gépnek el tudod magyarázni, hogy milyen fényhullám hosszon van a sárga szín, és utána a gép, ha van rá optikája, akkor meg fogja tudni állapítani, hogy uh -huh. valami sárga vagy nem sárga. De egyébként egy embernél már felmerül a kérdés, hogy honnan tudod, hogy neki az milyen. Például, hogy le lehet, hogy mindenki más, amit te sárgának hívsz, az pirosnak hívja, de mivel uh -huh. gyerekkora óta pirosnak hívjuk meg sárgának ezért, semmi félreértés nincs ebből. Uh -huh. Tehát, hogy beleértek mindent, ami benned kialakul kép, az összes inger, ami értéged, az összes érzelmed, az összes gondolatod is ugyanígy. Az, hogy a gondolatodnak is van úgymond egy hallgatósága, aki te vagy. Uh -huh. Ez mind-mind beleértem, ez nem tudom, hogy ez segíte. Tehát, hogy van egy uh. szubjektum, tehát nézel ki a kis szemeiden keresztül a világra, és úgy érzed, hogy, hogy, hogy te egy egyén vagy. Vagy az öntudat, azért, azért is használok több szót rám, van, akinek az öntudat szó segít, van, akinek a tapasztalás, van, akinek a szubjektum, Igazából, amiről beszélni szeretnék öntudat cím alatt, az az, hogy van-e tapasztalás, vagy nincs. Van-e ott bent uh -huh, valaki, uh -huh. ége a kis lámpa aha. ott bent. Aha, aha. Jó, jó. Emészgetem, és akkor majd ha lesz kérdésem szólok, de nyugodtan folytást. Nem csoda egyébként, hogy nehéz, mert ugye a hétköznapokban azért rutinszerűen átnézünk ezeken a kérdéseken. Készpénznek veszük, hogy ez van, aztán meg ha kicsit így megkapargatjuk a felszínt, akkor szerintem hamar feltárulnak olyan kérdések, amik ilyen mint mondtam, nagyon mély dolgokhoz vezethetnek. Uh -huh, uh -huh. Egy materialista az úgy teszi fel a kérdést, hogy ugye miért lenne bármilyen anyaggyűjtemény, mint ami maga az ember is, öntudatos. Az atomok, amik a testünket felépítik, azok teljesen ugyanolyan atomok, mint például, amik a napban vannak vagy a testedben most igen magas valószínűséggel van olyan atom, ami korábban egy másik embernek az agyában volt. Hallottam egy konkrét számszaki levezetést, hogy viszonylag szubstanciális valószínűsége van ennek. Vagy mondjuk az univerzumot szelt át egy meteor, azon volt egy atom, és az most benned van. Több milliárd éven keresztül repkedtek az atomok, és különböző folyamatok révén most egy élőlény alkotó elemei, és akkor hirtelen elkezd szubjektíven tapasztalni, vagy most létkérdések podcastet hallgat, és hogy vajon ezt a fizikai törvényekből le lehetne elvezetni, vagy egyszer csak az anyagi öntudatra ébred, aztán megvódítja a világot. Hogyha keresztény vagyok, akkor elég egyszerűen azt mondhatom, hogy hát van neki lelke, bár itt azért még hozzátenném, hogy nem csak az emberi öntudatról beszélek, és lehet elméleteket állítani arról, hogy más fajoknak is van -e öntudata, és ebbe bele is fogok menni, mondjuk egy kutyának, uh -huh. de még akkor is ott van, hogy például mély alvás közben nincsen öntudatunk. Vagy ha valaki ki van ütve K.O.-val, akkor sincs neki, de felteszem, hogy lelke olyankor is van. Tehát a lélek, meg az öntudat, vagy a tapasztalás az nem ugyanaz. Ha meg ebben nem hiszünk, hogy van lélek, akkor pláne sokkal nehezebb. De úgy érzem, hogy a fő kérdések, amiket mondani fogok, azok függetlenek attól, hogy a keresztény lélekmodellel dolgozunk-e vagy sem. Illetve ugye volt egy részünk a szabad akaratról, ez a téma attól is különbözik. Pár kérdés, amin el lehet gondolkodni, hogy például van-e bármilyen fokú és szintű tapasztalása egy homokszemnek, vagy egy baktériumnak, vagy egy tölgyfának vagy egy gyűrűs féregnek, vagy mondjuk egy hangyának, vagy egy egérnek, vagy egy kutyának, vagy egy emberszabású majomnak, és valahol ezen a tengelyen valószínűleg az lesz a válasz, hogy igen. És a nagy kérdés az, hogy miért? Minek kell megfelelnie egy nagy adag anyagnak az univerzumban, hogy egyszer csak felkapcsolódjon benne a lámpa? Uh -huh, uh -huh. Vagy ugyanígy föltehető, hogy mikor kezdődik például az anyamékben. tehát Képzeljünk el mondjuk egy néhány napos embriót, ami csak mondjuk kb. 200 darab sejtből áll. Nehéz elképzelni, hogy bármilyen tapasztalása vagy öntudata lenne, és hogy bármilyen lenne ennek a 200 darabos sejtkollekciónak lenni. Még akkor sem, ha hiszünk benne, hogy már az egy darab betesejt és hímior egyesülésétől kezdve lelke van akkor is nehéz oda képzelni egy 200 darabos sejtkollekciónak egy subjektív tapasztalást. Aztán idővel ezek ugye elkezdenek osztódni, specializálódnak, és lassacskán egy emberi magzat jön létre, aminek már emberi agya van, és képes érzékelni például a változásokat a fényviszonyokban, felismerni az anyja hangját, már az anya méhen belül is, és szemben egy számítógéppel, ami szintén képes lehet feldolgozni fényviszonyokat, vagy felismerni hangokat, a magzat esetén ez a feldolgozás érzettel, tapasztalással is együtt jár. Vajon melyik pillanatban ért el oda a magzatnak az agya, hogy már azt mondjuk, hogy na most, most már tapasztal. Meg ugyanígy feltető a másik oldalán, hogy mikor ér véget például a halálkor. Mikor ér véget egy olyan esetben, amikor mondjuk egy agykárosodás, egy Alzheimeren keresztül jutunk el ide, ahol sokszor így fokozatosan tűnik el a személyiség, vagy a képességek. Vagy ha csak elmegyünk aludni? Mi az az anyagi mechanizmus, ami le- és felkapcsolja a lámpát a fejünkbe? Uh -huh. A tapasztalásról, amikor beszélünk, akkor nem lényegében egy ilyen körkörös érvelésbe jutunk. Tehát, hogy honnan tudjuk, hogy a gyereknek van tapasztalata? Hogyha még nem tud beszélni, akkor mi feltételezzük, de. Azért gondoljuk, hogy van tapasztalata, mert van öntudata? Vagy tehát, hogy itt a tapasztalásról írnak valamit, hogy az pontosan mit jelent? Igen, pont ezt a kérdést fogom itt uh, körüljárni. Az első az az, hogy egy olyan rendszerről, amiről tudjuk, hogy van öntudata, vagy azt tulajdonítunk neki, például az ember, de lehet másik állatfa is, milyen külső bizonyítékunk van arra, hogy tényleg tudatos? Uh -huh. A második kérdés pedig az, hogy szükség van-e az öntudatra a viselkedésünkhöz. Tegyük fel, hogy öntudat az létezhet bármilyen külső jel nélkül is. Van egy példa, úgynevezett lockdown szindróma, magyarul bezártság szindrómának lehetne fordítani. Ezt egy francia újságíró tette, nagyon híresé, strokot kapott, és teljesen lebénult. Amíg ki nem szúrta egy szemfüles nővér a kórházban, hogy a bal szemét tudja pislogtatni az uh -huh, ember. Uh -huh. Kifejlesztettek egy kommunikációs metódust, ugyanis kiderült, hogy teljesen élénk tiszta, szubjektív éberséggel bír odabent. Uh -huh. Ezt meg is írták egy memoárban együtt, amit 200 ezer pislogás révén diktált le a lebénulva fekvő ember, amiben beszámol erről az egész élményről. De mondjuk elképzelhető, hogy valaki nem ilyen szerencsés, és teljesen lebénul a bal szemét is beleértve, és a belső élete, meg az elméje, meg a tapasztalás az ugyanúgy teljes értékű maradt volna. Ha ez így uh -huh. történik, akkor semmilyen módja nem lett volna annak, hogy megállapítsuk, hogy van-e öntudata vagy van egy ennél is horrorisztikusabb dolog, az a anesthesia awareness. Ez egy olyan elég ritka jelenség, amikor valakit ugye műtét számára elaltatnak, viszont csak a testi bénulás jön létre, az illető viszont belül megint csak teljesen éber tapasztalással bír, és végigéli annak a borzalmait, hogy akár szervátültetést hajtanak rajta végre. Aha. Szerintem, aki már ment műtőbe, az már elgondolkodott ezen, hogy úristen, ha ez történne, az mennyire borzasztó lenne. Nagyon-nagyon ritkán, de előfordul egyébként ilyen. Uh -huh. Ezek ilyen viszonylag extrém helyzetek annak illusztrálására, hogy lehetséges egyébként élénk tiszta szubjektív tapasztalás anélkül, hogy ez kívülről bármi nemű eszközzel érzékelni, vagy jelezni lehetne. Szóval ez az első kérdés, hogy milyen külső módszerünk van arra, hogy megállapítsuk, hogy valaminek van-e tapasztalása, vagy öntudata, vagy nincs, általában ugye a viselkedésből következtetünk például ön intuitívan az ember ön a növény, meg nem. Ezt a legtöbben talán így igaznak fogadjuk el. Erre vannak is jó tudományos okaink, mert mondjuk a feltételezzük, hogy nem létezik ön tudat agy, meg központi idegrendszer létezése nélkül. De egyébként ezt is meg lehet kérdőjelezni. Ha a viselkedési formákat nézzük, amiket általában öntudatos élőlényeknek tulajdonítunk, mondjuk, hogy a fizikai sérülésre reagálnak, vagy hogy gondoskodnak másokról. Na hát például kiderült, hogy a fák ezt mind a kettőt csinálják, mégpedig elég komplex módokon. Van egy könyv, amit egy Daniel Semovic nevű botanikus írt, az a cím, hogy mit tud a növény, ez magyarul is megjelent ezen a címen. És ebben ő nagy részletességgel ír arról, hogy amikor egy növért ingerek érnek, például tapintás, meg fény, meg hő, tökre analóg reakciók zajlanak le benne, mint amik az állatok esetében is. A növény az úgymond tapintás és hőmérséklet útján is tudja érzékelni a környezetét, például az egy teljesen hétköznapi dolog, hogy egy növekvő növény szár föld alatt, az megváltoztatja a saját növekedési ütemét és irányát, ha mondjuk beleütközik egy kőbe. Vagy ugye van ez a híres Vénusz légycsapója, ami meg tudja különböztetni, hogy egy rovar szállt rá a húsevő növénynek a leveleire, amiknek ugye úgy össze kell záródnia, rovarcárt le, amire be kéne csukni a leveleit, hogy megemészze, vagy csak az eső esik, mondjuk, és az esőcseppek estek rá, vagy erősen fúj a szél, és az mozgatja. És ez a Semovic ez leírja, hogy a növényekben például az érintés az ugyanúgy elektrokémiai reakciókat, ilyen jeleket indít be, mint az állatokban, és ugyanúgy sejtről sejtre halad sőt leír egyébként még rengeteg hasonlóságot egészen a DNS-ig, ezt ő maga fedezte fel azokat a géneket, amik, meg, amik révén a növények meg tudják állapítani, hogy világosban vagy sötétben vannak éppen. És ezek a gének konkrétan az emberi DNS-ben is megtalálhatók, és az állatokban is ugyanezek a gének irányítják a fényre való reakciókat, a sejtosztódásnak az időzítésében van szerepük, az agyban lévő neuronoknak bizonyos növekedési funkciókban, meg az immunrendszer működésében elég sok példát hoz arra, hogy, hogy, tulajdonképpen az emlékezés is megfigyelhető növényekbe, ez időhiány átugrom. De van például egy olyan tudós, aki Magyarországon is szintén megjelent könyve a Bölcs Erdő titkai címmel, Susan Simard, ökológus, ő az erdőknek az ökológiáját kutatja. Ő például áttöréseket ért abban, hogy mit tudunk a fák közötti kommunikációról. 2016-ban volt egy tettolkja is, azt is bárki megnézheti, le, az berakom majd a leírásba ő beszélt arról, hogy egy elképesztő összetettségű ilyen fonal, ilyen gombahálózat, ilyen fonal jellegű gombahálózat húzódik a föld alatt fáktól fáig, és ezek szállítanak például vizet, meg szenet, meg nitrogént, meg egyéb tápanyagokat és ásványi anyagokat. És ez a Susan Simard szénszinteket vizsgált, és felfedezte, hogy, hogy van két faj, ami élő, kétirányú kommunikációban van egymással. Nyáron például, amikor az egyik fajnak a több szénre van szüksége, akkor a másik faj küldött neki. Meg más időszakokban, amikor az egyik faj növekedésben volt, de a másiknak volt éppen több szüksége szénre, mert uh, épp leveledzett, akkor ő kapott többet a másiktól. Szóval felfedezett egy ilyen nagyon szoros, kölcsönös függőséget, de egyébként még durvábbat is mondok, az egyik fajnak az úgymond az anyafái képesek voltak megkülönböztetni a saját gyerekeiket vagy utódaikat a közelükben álló úgymond idegen fáknak a palántáitól, és őket jobban behálózták ezzel a föld alatti gombahálózattal, és aztán több szenetnek tápanyagot küldtek nekik, mint az idegen palántáknak. És az anyák például a saját gyökérnövekedésüket visszafogták, hogy helyet teremtsenek a gyerekeiknek és amikor megsérültek, vagy haldokolni kezdtek valamiokból, akkor meg stresszjeleket és vele együtt tápanyagot küldtek a hálózaton keresztül a gyerekeiknek, akik meg megerősítették a saját védelmi rendszerüket. És ugyanenek meg van a támadó verziója is, amikor toxinokat tudnak küldeni a hálózaton, hogy valamilyen fenyegető fajt például távol tartsanak. Szóval ezek a gombahálózatok, ez ilyen a fák internete, vagy ha úgy veszük, akkor fák közötti idegrendszer. Ez már ilyen lassan ilyen gyűrű kurás ja. szintre. Van. De egyébként ettől függetlenül még gondolom, hogy sokan el tudják képzelni, hogy attól, hogy ezek a viselkedések történnek a fákkal, attól még a fáknak nincsen szubjektív öntudatuk. Uh -huh. Nincsen olyan, hogy milyen fának lenni, meg hogy a fának akkor mondjuk olyan fájdalomérzete van, amikor kivágják, mint nekünk de maga a viselkedés az annyira analóg az emberi meg állati uh -huh. viselkedéssel, hogyha nem akarjuk levonni azt, hogy öntudat is jár vele, akkor azt kell levonnunk, hogy a komplex viselkedés az egyáltalán nem törvényszerűen jelzi, hogy az adott dolognak van-e öntudata vagy nincs. Tehát magyarul csak azért, mert az ember is tud mondjuk egy gyerekére vigyázni, vagy vagy távol tartani az idegeneket. ez még, hogyha van az embernek öntudat, akkor nem ebből. Ebből még önmagában nem fakad, hiszen a fák is lényegében képesek valami hasonlóra. Igen, hogy ez önmagában még nem elég bizonyíték. Például vegyünk egy uh -huh. nagyon fejlett robotot, amit az emberek építettek, és tegyük uh -huh. fel, hogy mondjuk sírni látja a gazdáját, és megöleli, és gyengéden hátba veregeti. És a legtöbben szerintem egyetértünk, hogy ettől még nem biztos, hogy az öntudatra kelt gép. Ma már ugye nem egy cég készít olyan mesterséges ilyen beszédprogramokat, amik az emberi hangot tökéletesen utánozzák. A Google demózott pár éve egy olyan mesterséges intelligenciát, ami felhívja a fodrászatot mondjuk, vagy az éttermet telefonon, időpontot foglal, élő beszélgetésben, a vonal túlsó végén lévő igazi emberrel beszélget, reagál a kérdésekre, és közben még így el is gondolkodik, tehát úgy beszél, hogy így, hm, hát három óra az jó lesz, rendben, akkor legyen az. <laughs> tehát, hogy az élő beszéd természetességével beszél, Aha. és ha a foglalás sikeres volt, akkor beírja a naptárba. Na most, ha egy nap fejlesztünk egy mesterséges intelligenciát, ami tökéletes emberi hangfordozással azt mondja, hogy légy szíves, hagyd abba, ez fáj nekem, akkor ez majd bizonyíték lesz, hogy öntudatos? Vagy csak egy komplex program, ami bennem úgy nem pislákolott az az öntudat, és ez száz százalék, ez néhány éven belül biztos, hogy teljesen élethű, saját vagy pseudo saját gondolatokat és érzelmeket tudnak majd kifejezni mesterséges programok. Ez szerintem már annyira közel van, hogy szerintem, ahogy így olvasom, a Google már elő is fordult, hogy valami mesterséges intelligencia kutatót kirúgott, mert AI-jal kapcsolatos ilyen kételjei voltak. Az elmúlt egy évben, ha 8-10 szalagcímet nem láttam az AI öntudatra ébredéséről, akkor egyet sem. Mai korunk nagy kérdése, hogyha a mesterséges intelligencia egyszer csak öntudatra lelne, és meg tudna egyőzni győzni bárhogyan, hogy őnek is saját belső tapasztalása van. Ha egy mesterséges konstrukció, ami hardware és szoftver és információfeldolgozást végez, és reagálni képes, és megnyilatkozni képes, és hogyha kéne egy szó, amivel leírjuk, hogy mit csinál, akkor képzelés, alkot és kreatív. Tehát honnan tudjuk egy rendszerről kívülről, hogy van-e bármilyen belső tapasztalása arról, amit csinál, még akkor is, ha esetleg azt mondja, hogy érez valamit, vagy azt mondja, hogy fáj. Uh -huh, uh -huh. Igen, és ez szerintem picit ilyen 22-es csapdája, mert hogyha uh -huh. tegyük fel, hogy van egy ilyen lista, mondjuk öt feltétel, aminek megfelel, hogyha mondjuk erre a kérdésre így válaszol, ha ezt csinálom vele, akkor ilyen reakciója van, onnantól kezdve már ezt a mesterséges intelligencia program is tudja produkálni simán, mert hogy egy nagyon jól definiált valamiről van szó. Uh -huh. Tehát abban a pillanatban, hogy az öntudatot leredukáljuk néhány jól definiálható feltételre, ezeket be lehet táplálni egy programba, hogy ha megütnek, vagy valami rosszat mondanak, egy olyan stringet kapsz, amibe ezek, meg ezek, meg ezek a szavak vannak, akkor mondd, hogy AO, ez nekem fáj, és akkor te már meg is tudod győzni a másik oldalt, hogy te egy öntudatos lény vagy. Igen. Aki meg mondjuk számítógépes játékokban utazik, ott a Detroit Become Human nevű játék az pont erről szólt, hogy fejlett robotok voltak, akik gyerekekre vigyáztak, teljesen emberkinézetűek voltak, takarítottak, mindenféle munkát elvégeztek, meg filmből is van millió ilyen, és akkor egyszer csak mondjuk egy robot látta, hogy egy alkoholista apuka erőszakos a kislányával, és valami átkattan benne, és közbelépett, és akkor onnantól kezdve. Ezt ez milliószor uh -huh. megénekelték. De igazából az a lényeg, hogy van ez a rengeteg példa, amik azt tanítják, hogy igazából az öntudatos, meg az öntudatlan állapot is bármilyen viselkedéssel kompatibilis még azokkal is, amiket a hétköznapokban érzelmekhez társítunk. Tehát maga a viselkedés ez nem feltétlenül tudja jelezni megbízhatóan az öntudat létét vagy hiányát. És akkor hirtelen ránézünk erre a kérdésre, hogy egy rendszerről milyen külső bizonyítékunk van arra, hogy az tudatos, és így ezek a válaszok így kifolynak a kezeink közül. A másik kérdése meg, hogy szükség van-e az öntudatra a viselkedéshez, Hát ugye elméletileg én csinálhatnék mindent, amit csinálok, meg mondhatnék mindent, amit mondok, úgy, ahogy mondom, teljesen anélkül, hogy lenne róla a saját szubjektív tapasztalásom. Pont, ahogy egy fejlett robot tenné ezt. És egyszer már szóba hoztam ezt a filozófiai zombi nevű kísérletet, David Chalmers, Ausztrál, de egyébként a New York Egyetemen professzorkodó filozófus, meg kognitív kutató talált ki hogy ugye képzeljük el, hogy a körülöttünk lévő emberek közül néhány pontosan úgy néz ki, és úgy cselekszik, mint mindenki más kívülről nézve, viszont semmit nem tapasztal belülről, és nincsen neki öntudata. Ő ezt hívja zombinak, tehát nem a horrorfilmes szakatruhás élő-halott értelemben. Uh -huh. Tegyük fel, hogy valaki az életedből ilyen belső tudattal egyáltalán nem rendelkező filozófiai zombi, vagy egy mesterséges intelligencia, egy bolti eladó, vagy valamelyik barátod, és ha intuitívan nézzük, akkor valószínűleg felmerül, hogy az a viselkedés, amit csinál, az mutatja, hogy igenis öntudatos, csak tegyük fel, hogy mentek a zombi barátoddal az utcán, és akkor mondjuk hirtelen látok egy autóbal esetet. A zombi barátod nagyon riat lesz, hevesen veszi a levegőt, szavakkal elmondja, hogy mennyire megijedt, és aztán előveszi a telefonját, és kihívja a mentőket. Úgy uh -huh. betűnik, hogy lehetséges mindezen viselkedéseket mutatni úgy, hogy közben ehhez nem tartozik tényleges belső élmény, meg tapasztalás, uh -huh. meg szorongás. Meg lehetséges lenne mindez úgy is, hogyha ő egy nagyon fejlett robot. Na most ez egy szerintem bennem az a kérdés merült fel, hogy egyáltalán el tudom-e másról dönteni, hogy van-e öntudata vagy nem. Tehát... Alapból feltételezem, hogy van, és amikor mondjuk kiderül róla, hogy egy robot, akkor ezt fölül tudom írni. Tehát, hogy a saját öntudatát az ember ismeri, de ugyanezt eldönteni másról az már egy sokkal nehezebb kérdés. Például nekem az a kérdésem a, ezzel a filozófiai zombi kísérlete, hogy honnan tudod, hogy nincs benne semmi. Uh -huh. Én kívülről, hogy tudom megállapítani, hogy valójában nincs benne semmi. A tudom azt, hogy ő egy robot, és mondjuk látom, hogyha ha beleszúrok egy kést, akkor elpattan a penge, vagy elhajol, mert fényből van a teste, akkor az már egy defeater, tehát az már egy ilyen ellenérv, ami felülírja azt az intuitív gondolatot, hogy ő neki van öntudata, mert hogy robotoknak nincs öntudata. Tehát akkor ebbe vissza tudok nyúlni, még nem annyira mondja meg, hogy akkor hogy, hogy van ez, de, de, segít legalább támpontot ad. De hogyha nincs ilyen, tehát hogyha ő, ő neki ember, olyan bőre van, mint egy embernek, tehát rendes ember, úgymond, akkor honnan tudom, hogy tényleg, hogy nincs benne semmi? Hát ez az, szerintem nem tudod. Ha van egy kellően jó minőségű robot, aki tökéletesen emberszerűen viselkedik, de tényleg tegyük fel, hogy fémből van, uh -huh. akkor azt mondjuk, hogy szén- és víz alapon létezhet öntudat, viszont ha fémből van az illető, akkor nem. Mi van, ha fokozatosan elkezdem lecserélni a saját alkatrészeimet fémre? Uh -huh. Melyik ponton veszítem el az öntudatomat? Vagy például sokan azt mondják, hogy az információ feldolgozás szükséges a tapasztaláshoz. Tehát hogy az agy az annyira komplex, és akkor ez alapján mondjuk az uh -huh. agy, meg mondjuk egy számítógép is lehet előbb tudatos. Csak ezt is mire aha, alapozzuk? Aha. Tehát eleve rosszul definiált kifejezés, hogy mi az, hogy információfeldolgozás. Az információfeldolgozás az is csak egy anyagi folyamat. Hogy most agyi vagy fém alapú elektronika, az agyban is elektromosság megy, megy egyébként. Amikor uh -huh. összerakom a robotot, akkor ugyanez a kérdés merül fel, mint a fejlődő magzatnál, hogy melyik pont az, ahol bekapcsol, mennyire kell komplexnek lennie a idézőjeles agyában lévő input feldolgozásnak és output gyártásnak, hogy bekapcsolódjon a fejében a lámpa. Hogyha sikerül beleérni magunkat ebbe a filozófiai zombiknak a létezésébe, és elkezdünk így tekinteni a körülöttünk lévő emberre, azt fogjuk tapasztalni, hogy azok a viselkedések hirtelen sokkal hasonlóbbnak tűnnek majd azon viselkedésekhez, amiket a természetben látunk, és nem tartjuk őket öntudatosnak. Tehát, ha megpróbáljuk átverni magunkat, és úgy tekinteni emberekre, mintha nem lennének öntudatosak, akkor viszont elgondolkodhatunk a másik irányból is, hogy nem verjük-e át egyfolytában magunkat, amikor rengeteg más dologra úgy tekintünk, hogy nem tudatosak. Hát igen, nyilván mondjuk a keresztény világnézetből kiindulva, ott ezek a kérdések viszonylag egyszerűbbek, mert hogy... Ki van nyilatkoztatva, igen. Az ember Isten képére teremtett, stb. A, a maga az evolúcióban nekem van egy ilyen érdekesség, tehát hogy ugye a, tegyük fel, hogy nincs Isten, tegyük fel, hogy a, a világ az magától jött létre, és így ilyen folyamatos fejlődéssel, stb. stb., akkor azt, tudjuk, hogy az egész ilyen egy, az egész, egész univerzum, meg minden, ami van, az egy, és mi is ennek az egységnek egy része vagyunk. Uh -huh. És akkor valahogy nekem az úgy tűnik, hogy a, például a fajok, azok elég randomok, mert, mert csak egy ilyen, lényegében egy változás, változó dologban lévő valamire én egy ideiglenes címkét akasztok, és azt mondom, hogy ez kutya. De uh -huh. lehet, hogy érted, egy millió év múlva az egy nem tudom, macska lesz, vagy vagy elefánt, vagy ilyesmi. De ha visszanézek a múltba, akkor uh -huh. pont valami hasonló történt. Elméletben az abból indulunk ki, hogy ezek az átmenetek ezek előfordulhatnak, hogy én szépen lassan kicserélem az atomjaimat fémre, stb. Tehát abból indulunk ki, hogy minden folyékony, és akkor az öntudat kérdésem nagyon folyékony lesz szintén, mert hon honnan tudom, hogy akkor most ennek van, uh -huh. ennek nincs, stb. De hogyha meg Körülnézek magam körül, akkor szerintem a kérdés sokkal egyszerűbb, mert hogy a fa az nem kutya, a kutya nem macska, és a, a macska nem ember, és itt akkor sokkal egyértelmű kategóriákkal dolgozunk, amikre már tudok ráhúzni címkéket, hogy az ember öntudatos. A motor, vagy a robot, vagy a program az nem öntudatos, mert az nem ember. És akkor itt lényegében ide vezettem vissza, hogy az ő nem emberi mi volt, a alapján döntöm el, hogy ő öntudatos vagy nem teljesen függetlenül attól, hogy ő mire képes, milyen reakciói vannak helyzetekre. Tehát maga a, a belső kategóriája, vagy, vagy a belső valójából döntöm el, vagy annak alapján döntöm el, hogy öntudatos vagy nem. Ez érthető, ettől függetlenül felmerül a kérdés, hogy például meddig redukálhatsz egy embert. Hogyha ebben ez a munkahipotézisünk, hogy az embernek van öntudata vagy mit tudom én, egy kutyának van öntudata, vagy szubjektív uh -huh. tapasztalása, meddig redukálhatod azt a dolgot, amikor eltűnik, vagy hogyha föl akarod építeni a semmiből, milyen komplexitás kell elérned, hogy uh -huh, az ön tudat uh -huh. megjelenjen. Ez ugye a mesterséges pélsza uh, kérdése. És ezek a határterületek, a gondolatkísérletek, és a kifejezetten, ezt a határt, ezt az átmenetet kereső kérdésfeltevések kifejezetten ezt szolgálják, hogy vajon erről tudunk-e információt szerezni azzal, hogyha uh -huh, megfigyeljük, uh -huh. hogy mit látunk. Tehát azt mondod, hogy még hogyha azt is sinulunk ki, hogy az embernek van öntudata, többi fajnak nincs, akkor is felmerül a kérdés, hogy az ember születésétől, a magzat kialakulásától, mikor mikortól mondhatjuk azt, hogy van öntudata. Például, igen. Igen. Uh -huh. De ugyanígy, ahogy az elején a törzsfejlődésem mentem végig, szerintem ott is felmerül, mert tehát a legtöbb emlős állat például képes nagyon hasonló stresszjeleket mutatni, mint az ember. És akkor például állatkínzás egy kutyára, ha valaki belerúg és vagy rálép, meg ilyesmi, szóval bántja, a többség inkább azt mondaná, hogy igen, ő tényleg érez valamit, neki van egy belső megélése, nem pedig csak eljátsza. Tehát van egy uh -huh. nagyon mélyen belénkrésett intuíciónk, hogy a hozzánk hasonlóan viselkedő rendszerek tudatosak, és amik nem, azok meg nem. Csak pont arra szolgálnak ezek a kérdésfeltevések, hogy rámutassanak, hogy úgy tűnik, hogy ez a hit, ez nagyon gyenge lábakon áll, de talán még, hogyha meg is tartjuk ezt a hitet, még akkor sem tudunk a belső lényegéről és az öntudat megjelenésének a követelményeiről semmit. Mhm. Uh -huh. William Link rég egyszer beszélt az állatok szenvedéséről, és már nem tudom sajnos, hogy kitemlített, valami Tudós említett, aki három típusú fájdalmat határozott meg. Az egyik az ilyen rovarok, meg ilyen alsóbb életformák, amik nem érző lények, és ők olyanok, mint egy ilyen, azt mondta, hogy mint egy ilyen kis képek, tehát, hogy például nem gonoszok, vagy, vagy mondjuk a vírusok. És hogy az amolyba is, hogyha megszúrod egy tűvel, akkor úgy összehajol, mint hogyha téged megszúrnának egy tűvel, de hogy ők nem érzékelik ezt. És utána az érzékelő állatok, vagy a sentient animals, nem tudom, hogy lehetne fordítani magyarul, ott viszont túlnyomó többségében nincsen első szintű érzékelése a fájdalomnak, tapasztalnak fájdalmat, de nincsenek tudatában annak, hogy fáj valami. Erre például hozott egy érdekes betegséget, vagy nem tudom, hogy mondják ezt. De a blind sight, talán vak voltnak lehetne mondani. Ez olyan, amikor az ember vak, de valójában lát nem tudja, hogy lát, de például, hogyha dobsz neki egy labdát, akkor elkapja. Vagy hogyha mondod, hogy menjen keresztül az egyik tervemből a másikba, akkor kikerüli a középen lévő széket, de ő nem tud erről, de mégis, tehát van látása, csak erről első szemében nem nincs tudomása. És hogy az állatok is valami hasonlók, hogy lehet fájdalmat okozni nekik, de nincsenek tudatában ennek az ember pedig úgymond a harmadik szint, hogy, hogy ő tudatában is van ennek, hogy ez most nekem fáj. Tehát nem csak az, hogy szenvedek, mint egy kutya, mert a kutya is szenved, persze, de hogy ő nem tudja, hogy ez most nekem fáj, vagy én most szenvedek, én viszont tudom, és ez, ez egy ilyen minőségi különbség nekem egyáltalán nem meggyőző azért, mert ugyanez, hogy ez miből gondolod. Persze nagyon könnyű azt mondani, hogy a rovar nem érzi, de egyébként minden jelét mutatja, hogyha leendő pszichopataként, gyerekként képzed magad és hangyákat kínzol, de mondjuk egy nagyobb rovaron jobban látszik, hogy ugyanúgy mit tudom én, kapálózik és szenved. Tehát megint a hasonlóságból indulunk ki, és ezt az intuíciónkat követjük, de egyébként nem nagyon látom, hogy miért lenne így, vagy miért lenne nem így. Vagy miért nem mondhatnám akkor szintén enyhén pszichopatológikusan, hogy az egyetlen dolog, amit tudok, hogy én nekem van öntudatom, mindenki más, meg pszichológiai zombi, felőlem előadhatja, hogy szenved, miközben megnyúzom, de valójában ő nem ott nincs bent senki, igazából ez csak egy nagy színház meg reakció. Van még egy-két bizarr jelenség, amit még megemlítek, és aztán rátérnek egy lehetséges válaszra. Az egyik ugye ez a viszonylag híres, ilyen split brain, tehát ilyen elválasztott agyú embereknek a jelensége. Néhány évtizeddel ezelőtt ugye epilepsziás betegeknél elmetszették a korpuszkolosszumot, ami a agy két féltekéje közötti hidat képezi így nagy vonalakban. Azért, hogy az epilepsziás az ne tudjon teljesen az agy minden területére átterjedni, és akkor így viszonylag jól kordában tudták tartani. Uh -huh. De azért ez egy elég drasztikus beavatkozás, tehát elválasztja fizikailag az agynak a két féltekét. Nagyon bizarr jelenségek jöttek létre, itt voltak olyanok, hogy a két agyféltekével külön lehetett kommunikálni, külön ismereteik és külön szándékaik voltak. Tehát, mint hogyha ilyen ö, skizofrén állapotot hoztak létre mesterségesen? Így is mondhatjuk, igen. A komikum szintjeik, hogy a, volt egy férfi, aki egyik kezével gombolja befelé az ingét, a másikkal gombolja kifelé, egyik kezével Aha. magához húzna és megölelni a feleségét, a másikkal eltolja. Voltak dolgok, amiket csak az egyik agyfélteket tudott, a másik számára nem is léteztek, és minden jel alla utalt, hogy mondjuk ez a férfi, aki az ingét próbálja gombolni, harcban van ez az illető egy másik illetővel, egy uh -huh. külön ilyen öntudatos szigettel, ami szintén az ő fejében van. Tehát magyarul az ember tudott mesterségesen öntudatot létrehozni, úgy tűnik. Mm. Egyből kettőt. Egyből mérdem. kettőt, igen, számszerűsíteni. Igen. És amúgy föl lehet tenni a kérdést, hogyha megtehetnénk ezt anélkül, hogy az illető meghalna, vajon meddig oszthatnánk például az agyat kisebb részekre, vagy uh -huh. akár uh -huh. egyenesen van-e az agyunkban most is több különálló, vagy többé-kevésbé ilyen lazán kapcsolódó öntudatos sziget? Mert pszichológiai szempontból az például egy abszolút jó munkamodell, hogy te vagy, vagy, az ember az egy ilyen személyiségek és vágyak laza elrendeződése. Hogyha így modellezzük, akkor például nagyon sok minden pszichoterápiában könnyebbé válik. Vagy ott van egy régi kérdés, amit szintén sokan feltesznek, szerintem, hogy ha léteznek egysejtű lények, és bármi leegyszerűsített, primitív, gagyellári, gyengébb kis szubjektív tapasztalásuk nekik is van, és az ember az meg csupa-csupa egy sejtekből áll, <laughs> akkor minden a sejtünk egyesével is tapasztal? <laughs> Vagy van fél úton Aha. köztünk valami? Mondjuk lehet, hogy a májamnak van egy saját tapasztalása? Vagy ha mondjuk ketté választott agyú embereknél két különálló tapasztalás jön létre, akkor mondjuk ha összeműtenénk a kettőnk agyát, megint feltételezve, hogy teljesen működőképes és életképes maradna, akkor a tapasztalásunk az egybeolvadna? Egy ilyen Viktor Péter, lenne egy, egy Viktor? egy Pétor. Aha, aha. Én egyébként azt tippelem, hogy igen. Ismét hangsúlyozom, hogy spekulálunk. Igen, Na, nagyon nehéz kívülről nézve erre a belső megélésre bármit mondani. De fölvezett a könyv, és ezt kifejezetten provokálni szeretnék. Nem azt mondom, hogy én ebben hiszek, uh -huh. de nagyon nyitottan próbálok oda menni, ami ahova a bizonyítékok vezetnek. Szóval volt ez a két kérdésünk, hogy hogyan állapítjuk meg kívülről bizonyosan, hogy valaminek van-e öntudata, és hogy mi az a funkció, amit egész pontosan betölt az öntudat. Hogyha nem tudunk rámutatni egy-egy struktúrára, és azt mondani, hogy na ez már tapasztal, akkor hol húzzuk meg ezt a vonalat? Ha megpróbálunk egy vonalat húzni bárhol, nem teológiai alapon, hogy honnan uh -huh. kapcsol be a tapasztalás azt látjuk, hogy az mindig önkényes lesz. És az a nagyon sok példa, amit hoztam, azt illusztrálta, hogy szétfolynak ezek a határok, és van egy nézet, ami azt kérdezi inkább, hogy meghúzzuk-e egyáltalán ezt a vonalat. Következetes elmélet lenne, ha azt mondanánk, hogy valamilyen mértékben, bármi kicsi, primitív, kezdetleges, nagyon-nagyon halvány formában is, de az anyaghoz, magához tartozik a tapasztalás. És ezt úgy hívják, hogy pán pánpszichizmus. Tehát, hogy a tapasztalati sík az egyszerűen az anyag egyik tulajdonsága. Ugyanolyan tulajdonság, mint a fizikai mezők, meg a spín, meg az elektromágnesesség. Ami bizonyos körülmények között láthatóvá válik, mint például az elektromos vagy a mágneses töltés, de egyébként azok mindig vannak, nem csak akkor, amikor egy megfelelő konfigurációval mi láthatóvá és mérhetővé tesszük, csak ez egy másik minőség. És ettől függetlenül minden, amit a fizikáról tudsz vagy állítasz, az igaz marad. Aha, és aha. hát uh, nyilván már több uh, ateista, naturalista, hallgató, sikítva hány jeges veritéket és, és dípak csopra területekre értünk, óriási ilyen áltudományos baromságoknak nyitunk ajtót. De egyébként a modern verziója a pánpszichizmusnak az teljesen összeegyeztethető a tudományjal. Uh -huh. Hangsúlyozva megint, hogy ugye az öntudat nem egyenlő a komplex gondolatokkal. Ironikus módon, ha teljesen hardcore, naturalista és fizikalista vagy, én azt gondolom, hogy a pánpszichizmus a számodra a leglogikusabban kijelölt út. Mert ha azt állítod, hogy a tapasztalás az anyagból kinövő jelenség, ez lényegében ugyanaz, mint hogy az anyag tulajdonsága. Hm. Uh -huh. Nekem talán még az nem világos, hogy akkor például annak a Harry szerint az állatoknak van öntudata? Inkább azt mondanám, hogy igen. Uh -huh. Én személyesen is azt gondolom, hogy igen. Azt gondolom, hogy nagyon más az elején említettem ezt a Thomas Négel és a milyen érzés denevérnek lenni. Azt igen. Azt gondolom, hogy nagyon, igen, igen. nagyon más a tapasztalása egy denevérnek, meg egy mérnek, meg egy embernek. Teljesen más uh -huh. egy denevér, aki uh -huh. ultrahangon keresztül látja mondjuk a teret, Valószínűleg valahogy más erre vannak szavak is, van a quality, meg van mm -hmm. a umwelt. Ezeket a szavakat használják az egész tapasztalásnak a minőségének a leírására. Hogyha visszamegyek a törzsfejlődésbe egyszerűbb agyak felé, akkor az az intuícióm legalábbis, hogy mondjuk egy kutya is tapasztal, de valahogy egyszerűbben elnagyoltabban, nem annyira mm -hmm. komplexen. Egy egér az még kevésbé komplexen. Ugye a rovaroknál lehet, hogy még kevésbé komplexen, és teljesen másképp azt hangsúlyozom, hogy senki sem állítja, hogy, hogy, például egy növénynek emberi tapasztalása van. Vagy egy vírusnak, még ha tapasztal is, attól még nincsen agya, nincsen emberi intelligenciája, és ugyanúgy meg fog ölni, hogyha a programja ezt diktálja. Ez nagyon érdekes. Én számomra ez azt mutatja, hogy világnézeti döntések, vagy axiómák milyen gyakorlati következményekkel járnak. Tehát számomra ez a pánpszichizmus, ez az ateizmus fájának egy termése, ami teljesen logikus. Tehát az le a pal, hogy konzekvens, következetes, koherens önmagába, de azt gondolom, hogy alapvetően hamis Éves gyökerekből táplálkozik. De, de, tehát, hogyha ateista lennék, azt mondom, hogy teljesen logikussal levezetted, meg példákat, és stb. Lényegében, hogyha én azt mondom, hogy nincs Isten, az univerzum az a minden, amit látok, akkor az öntudat is, tehát semmi nincs, ami megkülönböztet engem, vagy, mert az, az nagyon, tehát akármit is mondok, az annyira megkérdőjelezhető, megtámadható, hogyha én azt mondom, hogy az én üntadatom azért más, mert én ezt meg ezt tudom csinálni, honnan tudom, hogy egy hangja nem tudja ugyanazt érezni vagy tapasztalni. Uh -huh. Vannak, akik imádják az illúzió címkét rásütni sok mindenre, ami egyébként rengetegszer jogos, de miközben nagyon nem szeretem ezt a properly basic megközelítést, meg ezt az egész <laughs> filozófiai irányzatot nem Aha. tartom megalapozottnak, de annyit tudok mondani, hogy az öntudat az egyetlen dolog, ami nem lehet illúzió. Illúzió lehet minden, ami körülvesz minket. Élhetünk egy matrixban, egy szimulációban, lehetünk csak egy, egy tartályban, de az öntudat maga, az nem lehet illúzió. Illúziók megjelenhetnek az öntudaton belül. A tapasztalásunk tárgya, az lehet sok minden, ami nem valóságos, de maga az öntudat nem lehet illúzió. És mint ilyen, a legvalóságosabb dolog minden közül. Ha jól emlékszem, akkor Descartes is valamilyenre jutott. Ő is megpróbált így, így mindent így visszabontani, mi az, amiben biztos lehetek, és akkor így jutott el arra, hogy gondolkodom, tehát vagyok, nem? Igen, igen. És hirtelen azt éreztem, hogy talán értem, hogy miről beszélt. Mondhatnám úgy is, hogy tapasztalok, tehát létezem, vagy valami ilyesmi. Ha aha, aha. meg nem tetszik nekünk ez az, az hogy, a, hogy az anyag tulajdonsága az öntudat, akkor ki kell szerveznünk az öntudatot úgymond valami másik síkra, ami nem anyagi. Az biztos, hogy minőségileg más, mint a fizikai jelenségek. És a tudomány módszere nem igen tud behatolni bele, mert a tudomány az mindig relációs tulajdonságokat tud feltárni, tehát, hogy hogyan uh -huh. interaktálnak a dolgok egymással, nem tud ilyen belső nézőpontokba belenézni, legalábbis még. És ugye sokat beszélgettünk már a természetes, meg az állítólagos természet feletti sík párhuzamos létezéséről, amit én nem fogadok el. Vagy minimum nem látom uh -huh. semmi értelmét a szétválasztásuknak, de ami kétségtelenül fundamentálisan másnak tűnik a többi jelenségtől minőségileg, az ez a szubjektív tapasztalás. Uh -huh. Uh -huh. Van olyan nézet, ami szerint a mivel-hogy a tudat az egyetlen, amiről közvetlen tapasztalásunk van, minden más közvetett, ezért akkor az az elsődleges, ez fundamentálisabb, mint az anyag. Uh -huh. Ezek uh -huh. most abszolút nem már rég nem a saját meggyőződéseimet mondom, annál is inkább, igen, mert én igen, ezt persze. egy rejtélynek persze. tartom, tehát csak, csak interpretálom itt mások különféle ötleteit, meg arra biztatok mindenkit, hogy kommentekben, meg mindenhol mindenféle brainstormingot, ötletet, gondolatot ömlesztetek ránk. Uh -huh, uh -huh. Ja, de nagyon-nagyon érdekes téma volt, köszi szépen! Köszönjük, hogy itt voltatok ezen az extra hosszú létkérdések podcasten, Extended Version tegyétek ezt legközelebb is, szóljatok hozzá. Megköszönjük, hogyha támogatni szeretnétek a podcastet, akkor megosztjátok az ismerőseitekkel, ez most nekünk a legnagyobb segítség. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, Szilvai Péter és Szabó Viktor vagyunk, és legközelebb jövünk. Sziasztok! Sziasztok!